ezért jön a közé, ezekben meg a nyugdíjat fújnak le 20 centire tartott könyvásprével. Ez a cél. Cél eszköz viszonyban van egymással a tömeges rendőri brutalitás, az emberi jogainknak a durva és folytonos 2006 óta rendszeres megtaposása és Magyarországnak a gyarmatosítása. Fontos, hogy ezt világosan lássuk. Mind a kettőt meg kell szüntetnünk. Az emberi jogoknak a megtiprását, a véleménynyilvánítási szabadságnak, a gyülekezési jognak a semmibevételét, amelyet azért tesznek, hogy ne tudjuk kimondani a véleményünket, és hogy ne tudjuk úgy érezni, hogy a saját hazánkban, a saját sorsunknak nem csak elszenvedői, hanem alakítói is vagyunk. Mert hogy így van, ezt kell, hogy érezzük, hogy ez a mi hazánk, mi itt itthon vagyunk, és mi vagyunk itt itthon, és mostantól mi vesszük a kezünkbe a hazánknak a sorsát. És ehhez kell, hogy emberi jogainkat, ehhez kell, hogy az emberi méltóságunkat és az emberi jogainkat megvédje a magyar nyelvre. Van egy jó hírem, és van egy rossz. A jó hírem az, hogy jövő héten az Európai Parlament alakuló ülésén az emberi jogok helyzetével fog foglalkozni a 730 alány főből álló parlament, ahol már mi is ott leszünk. A rossz hír az az, hogy az iráni emberi jogi helyzetről óhajtanak tárgyalni. Vagyis az emberi jogok helyzete Iránban érdekli az Európai Parlamentet, nem pedig Magyarországon. De ennek most vége! Harmad magammal jogvédőként juttattatok be az Európai Parlamentbe, amit ezúton is köszönök mindannyiótoknak, és mindenkinek, aki ehhez bennünket hozzásegített. Nagyon hálásan köszönöm. Jogvédőként az első felszólalásom jövő héten. Meglátjuk majd, hogy sikerül-e szóban, vagy pedig írásban lesz rá lehetőség és képekben, mert minden parlamenti képviselő fog kapni egy DVD-t, ami rajta lesznek a 2006-os vérengzésektől kezdve napjainkig a durva emberi jogi jogsértések, amelyek nem Iránban történtek. Társaim figyelmét arra, hogy az Európai Uniónak sem erkölcsi, sem jogi, sem politikai alapja és felhatalmazása nincs arra, hogy egy unión kívüli országnak az emberi jogi helyzetével foglalkozzon addig, amíg az unió határain belül ezeket a szörnyűségeket megengedi, tolerálja és semmit nem tesz el. Az emberi jogaink sárga tiprásával való kiegyezésnek most vége, mert a Jobbik három parlamenti képviselőt küldött az Európai Parlamentbe, és mi ezt tovább nem tűrjük. Örömmel hallottam, illetve olvastam az újságban, hogy Schmidt Pál személyében lehet, hogy magyar alelnöke lesz az Európai Parlamentnek. Ezúton is, és a nyilvánosság előtt kérem őt arra, hogy alelnökként tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a magyar emberi jogi helyzet minél előbb az Európai Unió kiemelt témái közé kerüljön, és az Európai Parlament ezzel foglalkozzon. Mi történt Magyarországon 2006 és 2009 között? Kik taposták sárba az emberi jogokat, megtörtént a felelősségre vonás. Itt szeretnék köszönetet mondani Bajnai Gordonnak, aki segítette a hajdani felelősségre vonást azzal, hogy volt szíves megnevezni és kitüntetni 8 olyan rendőrtisztet,